Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét. Hagyomány már, hogy karácsony napján, karácsony időszakában ünnepi beszélgetésekre várjuk Önöket, és ünnepi beszélgetéseket tartunk Székesfehérvár meghatározó személyiségeivel december 24-én Spányi Antal megyéspüspökkel. És hát azt is elmondhatjuk, hogy a 2020-as esztendőben ez az ünnepi beszélgetés egy kicsit másképp, más utca a koronavírus járvány miatt. Köszönöm, hogy itt lehetünk, és helyet adott nekünk itt a Püspöki Palotában. Örömmel teszem, köszönöm, hogy eljöttek. A koronavírus járvány nagyon sok mindent átrajzolt az idei esztendőben, az advent időszakát is talán mondhatjuk ezt, Püspök atya, ugye? Valóban egy nagyon nehéz esztendő vége felé közeledünk, és a nehézségeknek nincsen vége sajnos még. Azt mondhatjuk, hogy ezt az egész esztendőt szinte a vírus, a járvány uralta, és a terveinket, programjainkat ez bizony sokszor összekuszálta, lehetetlenné tette, vagy legalábbis sokszor más formában, másképp kellett azokat megtartanunk. Az adventet is, ha szabad így mondani, meghatározta a vírus jelenléte. Mi magunk is fölkészültünk a püspökség adventi udvarának az előkészítésével, fölállítottuk a házakat, elkészítettük a gyerekeknek a kis sarkot, fölépítettük a Betlehemet újszerűen, szépen, és hát nem lehet megmutatni senkinek, mert nem szabad bejönni, nem tudunk gyülekezni, muszáj ezt egy zárt ajtók mögött, mint egy rejtve tartanunk. Ugyanez látszik a templomi liturgiánkban is. Az emberek is félnek, és hát joggal félnek, óvatosak, kevesebben jönnek a templomba, és igyekeznek egymástól is távol maradni, vigyáznak arra, hogy a fertőzést ne adják át, és ne is kapják el. Ez az esztendőnek az adventja egy ilyen védekezésben, egy ilyen kis félelemben, óvatoskodásban telik sajnos. Sok széptől, sok örömtől kellett, hogy magunkat megfosszuk. Ez az időszak azonban talán egy picit segíti azt is, hogy az advent, a felkészülés, a várakozás időszaka valóban úgy teljen, hogy talán egy kicsit a lényegre koncentráljon az ember, és ezt a befelé fordulást, az önmagunkra figyelést és a lényegre koncentrálást egy picit segítheti. Ez olyan nagyon érdekes, hogy valahol olvastam, hogy az Isten becsuk valahol egy ajtót, akkor máshol kinyit egy ablakot. Valahogy a dolgok kiegyenlítődnek megfelelő távlatban. De hogyha valamit úgy érzünk, hogy elvettek tőlünk, vagy elvesztettünk, azt sokszor más vonalon, más módon, de megkapjuk, kiegyenlítődnek a dolgok. A hagyományos adventünk nem történhetett meg. A város is fölkészült, a főteret földíszítette, sok teret földíszítette, az utcákat földíszítette, de nincs mód fölállítani a színházat, nem tudják a gyerekek megmutatni a maguk kis készült játékaikat, kis műsoraikat. Nincs közös nagy gyertyagyújtás, nincs közös nagy fénygyújtásnak az öröme. Minden olyan másképp történik. De ugyanakkor azt hiszem, hogy ennek van egy belső lehetősége is. A külső sokszor elviszi a figyelmet a lényegről. Elkezdünk arra figyelni, hogy minden nagyon szépen pontosan meg legyen szervezve, meg legyen rendezve, minden a helyén legyen, és ez valóban helyén való is. De ugyanakkor mégis mindez miért van? Valamiért, ami belső kincs, belső érték, a magunk életének a belső gazdagítása miatt. És amikor nincsen a külső, nem kell arra figyelni, vagy nem tudunk rá figyelni, mert nincs rá módunk, akkor az összes energiával tudunk befelé fordulni. Úgy gondolom, hogy az advent az valójában egy belső úton való járást jelent, és most ezek a belső utak kerültek előtérbe. Ha van, aki tud az adventben elmélyedni, ha van, akinek sikerül ebben az időben
a karácsonyi ünnep lényegét megsejteni, akkor az, ezekre a belső utakra tud odafigyelni. Az elcsöndesedésre, az egymás iránti szeretet elmélyítésére, arra, hogy ezt a szeretetet találékony módon, sokszínűen, sokféle módon tudjam megmutatni, kiárasztani azokra, akik körülöttem élnek. Így ugyanolyan gazdag lehet az adventünk, más, mint a megszokott, talán csöndesebb, talán kevésbé fényes, de belsőleg talán még gazdagabb, mint más években volt. Érdekes, amit említett a belső utazásról, talán ezt az utat járhattuk végig folyamatosan, ugye minden vasárnap, amikor egy-egy gyertyalángja is fellobbant, és figyelmeztetett bennünket talán arra, hogy itt van, közeledik a karácsony. Igen, mindig nagy öröm volt, amikor az adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát, a másodikat, megáldottuk és oda ajándékoztuk a családok gyertyáját. Amikor láttuk, hogy sokan összejönnek egy-egy ilyen gyertyagyújtásra, nagy öröm volt, amikor a város főtere megtelt emberekkel, és ott polgármester úrral meggyújtottuk az első gyertyát, a koszorúnak az utolsó gyertyáját, vagy akármelyik gyertyát is gyújtották meg a fölkért emberek, látva az emberek tekintetét, arcát, örömét. Ez nagyon szép ünnep is, egy olyan valami, ami hiányzik bizony ebből az esztendőből. Ez egy szint elvont a mi adventünkből, de azt is látja az ember, hogy azért most az emberek elmélyültebben sétálnak, kicsit csöndesebbek, kicsit közelebb van egymáshoz a család, akik sétálnak, nem szana szétmennek, egyik ezt nézi, másik azt nézi, hanem fogják egymás kezét és úgy sétálgatnak, nyugodtan, megfontoltan. Azt hiszem, hogy ennek a értéke is ajándék, ezt fölfedezzük, hogy egymáshoz tudunk közelebb kerülni. Tudunk olyan értékekkel szembesülni, amelyek mellett elszaladtunk, amelyekre nem figyeltünk, mert nem volt annyira aktuálisan jelen, olyan erőszakosan jelen az életünkben, mint most ez a pandémia. És akkor szépen nyugodtan, hát úgyis együtt vagyunk, úgyis találkozunk minden nap, olyan magától értetődő. Most, amikor mindennek az ajándék voltát kezdjük észrevenni, látjuk, hogy nem olyan magától értetődő az emberi élet, és sokan olyan könnyen és olyan hirtelen eltűnnek mellőlünk. Kezdjük megérteni, hogy minden ajándék minden találkozás, minden ajándék minden szeretett gesztus, minden ajándék együtt eltöltött pillanat, perc, és ezeket kezdjük értékelni. És ezek azt hiszem, hogy nagyon fontos emberi értékek. Ezek mélyen hozzátartoznak az emberi élethez, és jó dolog ezt tudatosítani. Tehát én azt mondom, hogy ez a pandémia egy borzasztó dolog. Ezt le kell küzdeni, ettől meg kell szabadulni, és mindenképpen olyan dolognak látom, ami nagyon negatív az emberek életébe. De ugyanakkor látom azt, hogy még ez a rossz dolog is tud valami jót adni az embernek, aki elgondolkodik, aki járja a belső utait is, aki nem elégszik meg azzal, hogy a dolgok felszínén marad. Én úgy gondolom, hogy így ez az advent mégiscsak belsőleg gazdagít és szebbé teszi a mi életünket. A készülődés fontosságáról beszélgettünk, ugye volt már szó róla. Készülődéssel is mondhatjuk talán azt, hogy meghittebbé lehet tenni az ünnepet. Nagyon fontos dolog, hogy készüljünk. A gyerek az úgy ölébe kapja az ajándékot, de hát ő is készül, a szívét fölkészíti, és hát számolja a napokat, hányat kell aludni, meg vajon mit hoznak az angyalok, milyen ajándékot fogok majd kapni. Ő is készül a maga módján. De a felnőtt embernek, aki a életét maga kezébe tartja, amennyire egy ember képes a saját sorsát kezébe tartani, annak valahogy a készület azért mást is jelent. Készülünk azzal, hogy gondolkodunk, milyen ajándékot adjunk, kinek kell ajándékot adni, meggondoljuk, hogy mennyit tudunk erre áldozni, de sok minden dolog van ezzel kapcsolatban. Most meg különösen, hogy hogyan is szerezzük be az ajándékot, hiszen már a vásárlás sem olyan magától értetődő, hogy beszaladok a boltba, és majd meglátom, hogy mi lesz ott.
Ez egy készülődés, de sokkal fontosabb a lelki készülődés, a szellemi, gondolati készülődés. És ebben azt hiszem, hogy az jár jól, aznak van igazán szerencséje, az lesz igazán áldott, aki megszereti a belső csöndjét, aki tud magában értékelni, mérlegre tenni, tud megvizsgálni emberi kapcsolatokat, gesztusokat, helyzeteket, az lesz boldog, az lesz áldott, aki ebben a belső csöndben valahogyan, akár önmagával is párbeszédbe kezd, de legfőképpen párbeszédbe kezd az Istennel, tud imádkozni, tud az Istenhez fohászkodni. Mondják, hogy a bajban az ember megtanul imádkozni. Hát úgy gondolom, hogy elég nagy bajban vagyunk arra, hogy tanuljunk meg imádkozni. Nem csak arról van szó, hogy elmondjuk, hogy mi mindenben van szükségünk az Istenre, mi mindenben segítsen nekünk, hanem arra, hogy odafigyelek, hogy az Isten vajon mit mond nekem, mit kell nekem változtatni, mit kell nekem alakítanom az életemben, a kapcsolatommal, a családomban, a családommal való kapcsolatban, mit kell nekem tenni a munkahelyemen, hogyan alakítsam az én életemet. Akkor lesz az ember áldott, hogyha mindez nem csak egy ilyen kellemes gondolkodás lesz, hanem valami, amiből tettek fakadnak, amiből megszületik az a belső döntésem, hogy na akkor én most megpróbálom ezt megvalósítani. Változtatok az életemben valamit. Megpróbálok most igenis kedves lenni, odafigyelő lenni. Megpróbálok tudatosan segítőkész lenni. Észrevenni, hogy mit tehetek. Nem várom meg, hogy másodszor is szóljanak, mert az elsőt elengedtem a fülem mellett. Hanem próbálok készséges lenni. És ezer dolog van. Mindenki maga érzi. Ha befelé figyel, megérzi, hogy mit tudna ő tenni azért, hogy az ő életük áldottabb legyen, hogy boldogabb, harmonikusabb, simább legyen az életük. És hogyha ilyen lesz az életük, ő maga lesz a legboldogabb, mert ő is hozzájárult ehhez. Tehát a belső készület, a fölkészülés az ünnepre, az mindig nagyon-nagyon fontos. És hogyha egyszer a karácsonyról azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepe, teljesen mindegy, hogy járvány között, vagy járvány után, vagy bármilyen körülmények között, az akkor is a szeretet ünnepe marad. Erre a szeretetre kell az embernek így fölkészíteni a szívét, és ennek a megmutatásának a körülményeit kell okosan kitalálni. Nem az a fontos, hogy hány ajándékot adunk, vagy milyen drága ajándékot adunk, talán még az sem annyira fontos, hogy mennyire találékonyak vagyunk, hanem az, hogy milyen szeretettel tudom azt adni, amit adok. Mert igazából nem az ajándék a lényeg, az csak kifejezi a mi szeretetünket. A szeretetünk a fontos, amit adni akarunk, de amit nem tudunk foghatóvá tenni, ezért valamit adunk helyett, ami fogható. De a szeretet az marad a lényeg. Vagy amit említett, hogy tanuljunk meg imádkozni, vagy tanuljunk meg jól imádkozni? Igen, igen, nagyon sok ember biztos, hogy imádkozik, és sok ember valószínű, hogy nem tud elég jól imádkozni. Talán nem is tehet róla, nem tanították neki, nem volt rá módja, vagy talán úgy érezte, hogy nincs is rá szüksége. Az imádság sok embernek, az a tapasztalatom, az az érzésem, hogy valami olyasmi, hogy elmondom a mi atyánkot, az üdvözlégyet, és akkor hát imádkoztam. Ez nagyon szép dolog, de a jó Isten azért nem arra kíváncsi egy felnőtt embertől, hogy el tudja még mondani azt a 6-8 mondatot, ami a mi atyánk, hogy még mindig emlékszik rá, mert nem egy olyan nagyon nagy teljesítmény. Az imádság az egy találkozás az Istennel, egy bensőséges találkozás, egy találkozás, amelyben nem is annyira mi beszélünk az Istenhez, hanem megnyílunk az Isten számára, hogy Isten szólhasson hozzánk. A boldogságos Szűz Mária, aki a Betlehem mellett a legfontosabb szereplő, mint a kis Jézus édesanyja, valami olyan asszony volt, olyan lány volt, aki tudott csöndben lenni, tudott figyelni, tudott nyitva lenni, hogy az Isten a világ dolgain keresztül, az ő érzéseink keresztül, találkozásaink keresztül, a világ eseményeink keresztül mit üzen neki. És ezt megértette, meghallotta.
az a nagyon szép kép, hogy Gábor angyal megjelenik, és megkérdez, hogy lesz-e a kis Jézusnak édesanyja, az azt hiszem, hogy igazából erről szól. Én nem úgy gondolom, hogy valami nagy fényesség betölt, és egyszerre Mária halálra rémül, mert itt van előtte egy szárnyas ember. Ez egy kép, egy nagyon érzékletesen valamire rá akar bennünket döbbenteni, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor az ember meghallja a szívében az Isten szavát. És Mária ezt hallotta meg, mert csöndbe volt. Ha körülötte zsivaj lett volna, hogyha a szívébe zsivaj lett volna, akkor nem hallja meg az Isten szavát. Akkor nem azért, mert rossz a gyerek, nem hallja meg, hogy az édesanyja kér valamit, mert másra figyel. Hogyha tudunk kis időt találni, hogy az Istenre figyeljünk, befelé hallgassunk, akkor megszólal az Isten szava bennünk. Egy nagyon híres pap, aki nagy tudós volt, tanár, ember már meghalt, az mondta még a szemináriumban nekünk egy lelki gyakorlat alkalmából, hogy értsük meg, ha csönd van bennünk, akkor az Isten szava harsog bennünk, azt meghallja az ember. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ebben a belső csöndbe tudjunk fejlődni. És amikor visszafogott ez az advent, mert visszafogott, akkor próbáljuk meg ebben a dologban előrelépni és fejlődni mindenféleképpen, pusztán az emberi természet rendje szerint is gazdagodni fog az életünk. Hogyha erre az időszakra gondolunk, illetve amit említett is az elcsendesedésre és hogy forduljunk befele, akkor az is talán eszünkbe juthat, legalábbis nekem az jutott az eszembe, hogy amikor a Szentírást olvasgatjuk, akkor azt is olvashatjuk benne, hogy eljött az idők teljessége. Tehát mondhatjuk talán azt, hogy fordulópont volt ez az emberiség történetében. Az Isten megteremtette a világot, és azért teremtette meg a világot, hogy azt az embernek adja, és az ember boldogságot találjon benne. A boldogság nem a birtoklásnak a boldogsága, hanem a személyi kapcsolatok kiteljesedésének a boldogsága, és a legkiválóbb személyi kapcsolat az az Istennel való kapcsolat. Az ember ezt rontotta el a bűnnel. Ez az a kép, amit a paradicsomban mindannyian jól ismerünk, és amely nyomán az Isten azt mondta, hogy kihirdette az ítéletet, most összetörtétek azt a szép álmot, amit én álmodtam nektek, és nem tudunk olyan kapcsolatba kerülni egymással, ami olyan igazán boldog és mennyországi boldogságot adó álom lett volna. De megígéri, hogy majd jön egy szabadító, jön a megváltó, és az Ádám és Évától kezdve a próféták szaván keresztül, az emberek hosszú időn keresztül, nemzedékeken át várták, hogy jöjjön ez a megváltó, jöjjön a szabadító. És ez a megváltó, ez a Jézus Krisztus. Ezt mondjuk az idők teljességének, amikor ő megszületett, mert ezzel beteljesedett újra az Isten álma, újra visszaadja, visszaajándékozza, meggyógyítja az emberi természetben a bűnütötte sebet, és az ember újra alkalmassá válik arra a boldogságra, amit Ádám és Éva elvesztett, de azt Jézus a megváltás által nekünk visszaadja. Az idők teljességében élünk, ami nem csak egy pillanatot jelent, hanem attól kezdve valójában beteljesedett az Isten álma, újra teljessé válik az, amit az Isten kigondolt a világról, és amit kigondolt az emberről. De vajon az akkori embernek nehezebb volt-e felismerni a megtestesülés titkát Jézusban, mint a ma emberének? Én azt hiszem, hogy mindig nehéz is, meg mindig könnyű is. Nehéz, mert az embernek van egy elgondolása, és az ember a maga elgondolását szereti dédelgetni. Legyenek úgy a dolgok, ahogy én azt kigondoltam. Családon belül is azt hiszem, hogy ebből van sokszor vita, vagy feszültség, vagy nézeteltérés, hogyha nem tudnak eléggé simulékonyan problémákat kezelni egy családon belül, mert az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, talán mindegy is lenne, hogy így vagy úgy, csak el kéne dönteni, hogy hogy legyen. Az ember nehezen szabadul meg a maga gondolataitól, és van egy elképzelés.
a régi emberben is volt egy elgondolás, hogy milyen lesz majd, ha eljön a szabadító, milyen lesz, ha jön a messiás. Hát majd jön is, nagy hatalommal jön is. Egyre inkább eltorzult ez a kép, és a bűntől való megváltást hozó messiás helyett a rómaiakat jól elpáholó politikai messiást kezdtek el várni. Jézus eljött, és azzal igazolta, hogy én az Isten fia vagyok, hogy csodákat tett, amit láttak az emberek, és kellett, hogy higgyenek a saját szemüknek, kellett, hogy higgyenek saját tapasztalatuknak, hogy hát leprás voltam, és meggyógyultam. Hogy ilyen-olyan betegségem volt, és meggyógyultam. Hogy ott voltunk, és nem volt mit ennünk, és egyszer csak volt bőven ennivalónk, és annyi maradék maradt, hogy hú, tehát el se tudott képzelni. Megtapasztalták. A mai ember is így van. Gondolunk valamit az Istenről. Sokszor azt hiszem, hogy nagyon téves utakon közelítjük meg az Istent, mert kevés tudásunk van. Még mindig kevés tudásunk van az Istenről. Nem nagyon tanultak az emberek hittant, nem nagyon mentek el a templomba, hogy a prédikációkat hallgassák, inkább más dolgokkal törődtek és foglalkoztak rohanó életükben. Így aztán nem tudják, hogy milyen is az Isten, aki felé közeledünk. De aztán az Isten egyszer csak mégis megmutatja magát és megjelenik. És akkor az ember fölismeri őt. A Jelenések könyve, a Szentírás utolsó könyve nagyon érdekes, és elmondja, hogy amikor majd eljön az Isten hozzánk, akkor ő úgy fog eljönni, hogy nem lesz lehetőséges az embernek félreérteni. Az olyan világos lesz, olyan egyértelmű lesz, olyan hatalma lesz, olyan dicsősége, fénye lesz, hogy mindenki fölismeri őt, és azt mondja, hogy igen, hát itt van az Isten, eljött hozzánk az Isten. Mellüket verjük a bűneik miatt, és az Isten megbocsátja az ő bűnüket remélhetőleg, mert legalább ott akkor majd megbánják azokat, és így a bűnbánatban megtisztulva, mint egy új életet kezdve tudnak az Istennel abban a személyes kapcsolatban elmélyülni, ami a legkülönbözőbb személyes kapcsolat. Ahogy beszélgetésünk elején említette, ugye még ebben a rossz helyzetben is megmutatkozik Isten, hogy itt van velünk. Ez a járványidőszak, hogy látja, hogy mennyire volt nehéz, vagy mennyire sok nehézséget tartogatott, akár az egyház, akár a hívők számára, akár az, hogy mondjuk ezek a találkozások, amik ugye feltöltik az ember lelkét, amikor mondjuk elmehet egy vasárnap, és végighallgathatja azt a prédikációt, hogy ezek valahol egy kicsit csökkentek, ezek a találkozások most megszűntek. Nagyon nehéz helyzet ez. Az ember szereti maga mellett tudni azokat, akiket szeret. Szereti megölelni, megérinteni, megfogni a kezét. Gyerekkorában az ember ugyan néha rángatja a kezét a szülője kezéből, mert önálló akar lenni, de aztán később visszagondolva azt mondja, de jó lenne, még megfogná a kezemet az édesanyám. Fontos nekünk ez a találkozás, és ettől foszt meg bennünket ez a nyomorult idő, ez a nyomorult járvány, és ez nagyon nagy sebet üt a legtöbbünknek a szívén és a lelkén. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz egy idős embernek, aki várná a szeretteit, nehéz lesz a karácsony, hogy nem tudnak úgy találkozni, ahogy szívük szerint tették, és ahogy most is tennék, mert vigyázni kell egymásra, az idősre különösen vigyázni kell, tehát az unoka nem szaladhat hozzá, hogy átölelje, megpuszilgassa, mert nem lehet. Ezek nagy próbatételek. A egyház számára is az, a szentségkiszolgáltatások, például a szentgyónásoknak az elvégzése. Ugye abba a gyóntató helységbe nehéz bemenni, amelynek a légtere kicsi, nem a pap magát félti, mert magunkat le tudjuk esetleg izolálni, de abba a kis helységbe menjen egymás után, nem tudom én hány, akár sok ember elmondani a maga terheit, tanácsot kérni a maga gondjaiban, az nehéz helyzet. Más úton menni megint nem mindenkinek olyan magától érthető, hogy végigvonul a templomon, hogy mindenki lássa, hogy én most megyek gyónni. Nem mindenki tudja ezt megtenni. A templomban tartsuk a tér és távközöket, hogy ne legyünk egymás számára veszélyt jelentő emberek,
Ezek mind olyan dolgok, amik szokatlanak, és amiket nehezen is tanultunk meg. Most úgy érzem, már megtanultuk. A templomban talán rend van ilyen szempontból, de annyira hiányoznak a adventi énekek. És sokszor ugye inkább csöndes miséket tartunk, mert az éneklés is egy olyan dolog, hogy talán gondoljuk, több vírus szabadul ki abból, akiben esetleg ott van, és nem tudja maga sem, mert az énekléssel erőteljesebb a kilégzés, hát inkább óvatosnak kell lenni. Elszintelenedik sok szempontból az élet, nehézé válik ez, de tudjuk, hogy miért vállaljuk és miért tesszük. És akkor, ha értelmét látjuk, ha megtaláljuk a célját annak, ami nehéz, akkor azért az a nehézségben is valamiféle könnyebbséget ad, valamiféle természetességgel tudjuk megtenni. Örülök annak, hogy azt látom, hogy a legtöbb ember ezt megérti. Ehhez tartozik az, hogy az utcán maszkban vagyunk, hogy a boltokban maszkban vagyunk, hogy egymásra vigyázunk, felelősek vagyunk, felelősséget vállalunk egymásért, és hát persze magunkért is. Talán ebben az időszakban ugye az a szerepük is kevésbé tud megvalósulni, hogy lelki gondozóként is ugye az emberek mindennapjait segítsék, vagy mondjuk itt például a modern technikai eszközöket igénybe tudják venni. Erről már sokat beszélgettünk, hogy most hátrány vagy előny, az okostelefon, az internet, de ebben az időszakban azért egy picit talán ezt a platformot is hatékonyabban tudják kihasználni. Igen, ez egy új terület, amit mi kevésbé használtunk ki. A vallásnak a területe az a személyes kapcsolatok területe. És a személyes kapcsolat az, amit ezen a szón elsődlegesen értünk. De most kénytelenek voltunk megérteni, hogy egy új lehetőség, hogy ezt a személyes kapcsolatot más vonatkozásaiban is értékeljük, és az online szentmiséken, online hitoktatásokon keresztül, online buzdításokon keresztül próbáljuk meg segíteni az emberek lelkét. Ezt örülök annak, hogy nagyon sok pap ezt ügyesen tudta használni, föltalálták magukat, megteremtették ennek a lehetőségét, és jól tudtak így kommunikálni, ilyen furcsa és sajátos módon. Az én lelkemtől ez a világ egy picit távol áll, de értem én azt, hogy most ez a lehetőség van, akkor ezzel kell élni, és meg kell próbálnunk ezt megteremteni, és ezt megtenni. Az, hogy igazán személyesen tudjunk találkozni, hogy akinek gondja, baja van, akinek nehéz a lelke, az hogy öntse ki ezt, és hogy kérjen tanácsot, hogy kérjen buzdítást, ezt, ennek a lehetőséget megteremteni bizony azért nehéz, mert ez nem online akarja senki megtenni. Tehát nem nagyon szeretik az emberek a lelki gondjaikat telefonba elmondani, mert a telefon az ehhez bizonytalan eszköz, nem is ajánlom én magam se senkinek, de ez egy olyan dolog, amiben akadályozva vagyunk. Persze hát ott vagyunk és segítünk mindenféle módon, ahogy kell, betegellátásban és mi mindenben megfelelő óvintézkedésekkel próbálunk segíteni egy haldoklónak, egy súlyos betegnek, a családjának, akik esetleg aggódnak, vagy éppen gyászolják az elvesztett szerettüket, de ezek mind-mind külön egyéni szervezést, egyéni odafigyelést igényelnek, és a dolognak az a spontán, magától jövő szépsége azért csorbát szenved. Hogyha az idei esztendőre ugye ezeknek a dolgoknak a tükrében visszatekintünk, akkor mi lehet az idei karácsony sajátos üzenete? Én úgy gondolom, hogy a üzenet az, amiről itt most is többször beszéltünk, hogy új utakat kell találnunk. Nem olyan kényelmes és magától értetődő az emberi élet, ahogy azt sokszor mi megéltük. Olyan rutinszerűen ment egyik év a másik után, karácsony, új év, szilveszter, húsvét, nyári szabadság, iskola kezdés, és megy a verkli tovább, és most rájöttük, hogy egyáltalán nem olyan magától értetődő. Nem magától értetődő az, hogy az embert nem éri el a vírus, és akkor nem tudom, hogy mi lesz a vége.
nem magától értetődő az, hogy itt van a szeptember, és a gyerek iskolában van. Rengeteg nehézség jön, és fölborítja azokat a dolgokat, amelyek nemzedékeken keresztül belénk idegződtek. Hogy legyünk nyitottak. Karácsonynak ez ebben az esztendőben talán az üzenete. Legyünk nyitottak, hogy megtaláljuk az éppen adott körülmények között azt a jót, amire lehetőségünk van, a szeretetnek azt a kifejezését, amire módunk van, és ezt bőkezűen, nagy szívvel és derűs lélekkel, örömmel tegyük meg. Hogyha vissza kell gondolni az elmúlt karácsonyokra, akár évtizedekkel ezelőtti karácsonyokra is, akkor mi a legkedvesebb emléke Püspök atyának? Hát nyilván nagyon kedves emlékek a gyerekkori karácsonyok, amiket vártunk, a csengőszót figyeltük, és akkor mentünk, ott volt általában a gyerekkoromban a nagy karácsony, ami persze azért volt nagy, mert asztalon állt, és nem azért, mert a földtől ért az égig, vagy a mennyezetig, hanem, de az nekünk gyerekként, tehát nagy karácsony, mindig az fontos volt, hogy nagy, szép karácsonyfa legyen. Ez együtt a család és a családi vacsora, beszélgetések, közös szentmisék, pásztorjátéknak a megtekintése, ezek mind nagyon kedves emlékek. Nagyon kedves emlékek azok a karácsonyok, amiket a szemináriumban töltöttünk. Ott ugye bezárva voltunk, és bezárva, hát egy zárt közösségbe, és nem tudtunk persze hát még telefonálni is abban az időben, nem volt ez olyan magától értetődő, nem volt senki zsebébe mobiltelefon, de az ember csak gondolt haza, és az imádságban valahogy a szívében érezte az egységet, a közösséget. Nagyon érdekesek voltak azok a karácsonyok, amelyek első papi állomásaimon értek, amikor az ember még maga is tanulta azt, hogy hogyan is kell papnak lenni. Mert elméletben megtanultunk sok mindent, de gyakorlatban nem tudtuk, hogy mit jelent ez, hogy hogyan is kell megélni ezt, hogyan kell egy karácsonyi hangulatot megteremteni egy templomba, hogyan kell a gyerekeket fölkészíteni egy adventi játékra, karácsonyi játékra. De ezek mind nagyon szép emlékek, és hát persze azok a karácsonyok, amiket itt Fehérváron töltünk, azok is mind-mind ilyen szép emlékek, amikor elcsöndesedünk, a mi karácsonyunk az inkább ilyen elcsöndesedő karácsony itt. Hogy együtt vagyunk, örülünk, imádkozunk, szentmisét bemutatjuk, de aztán visszavonulunk, és imádságban, pihenésben, az évféli misére, ha lehetőség van rá, az évféli misére való készülettel töltjük ezt az időt, és hát ha van mód, akkor beszélünk a szeretteinkkel. Ezek szép és kedves ajándékok és örömök. Úgy gondolom, hogy minden karácsony szép emlék, de talán ezek az emlékek villannak föl most bennem így legszebb karácsonyi fényükben. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindannyiunknak, nézőknek, önöknek kegyelemteljes, szent békés, és az ilyen körülmények között is örömteli szent karácsonyi ünnepet. Köszönjük szépen! Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetés című műsorunkat látták Spányi Antal megyéspüspökkel. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!